Vargyason minden esztendőben megemlékeznek a trianoni békediktátumról. Ebben az évben is Isten tisztelettel kezdődött a múltidézés. Jőkei Árpád unitárius lelkész elmondta, hogy június 4-e nem nevezhető örömünnepnek, annál inkább kegyeletteljes megemlékezésnek, múltidézésnek. Több mint 100 esztendő után viszont eljött a bizakodás ideje. Ez a nap emlékeztessen a magyar nemzet összetartozására. Trianonban úgy írták alá a magyarokkal a békeszerződés, hogy más választásuk nem volt. A kimerítő háború és az igazságtalan békeszerződés miatt Magyarország romokban élt. Sokan azt gondolták, hogy az ország sosem fog talpra állni ebből a kilátással helyzetből. De nem lett így. Timon Tibor örök tűz. Az örök tűz a haza szeretet. Lobogjon állva a búsozám felett. Lobogva törjött el az egek most, hogy ki mint át annyira esik. Mindenfelől csak ellenség figyel. Még így csonkán is félre figyel. Téged imádok drága szent hazád. Napot szomorú vérs a De nem lesz ez így mindig. Felelj! Büszkén felkel még a szabad napot. Az öltöteket már éreztem én. Pirjuk látszik az én belemén. Túlfélnek a hús határokon, s kigyúlnak a havas Kárpátokon. S míg sorra gyújtom az öltöteket, mindenki
trianoni kopjafánál folytatjuk a megemlékezést. Felkérem községünk polgármesterét, hogy ünnepi gondolatait, megemlékező gondolatait ossza meg velünk. Köszönöm szépen a tiszteletes úrnak a felkérést. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlevőt a Nemzeti Összetartozás napján Vargyas községben tartandó eseményen. Fáj a földnek, és fáj a napnak, és a mindenségnek fájdalom. De aki nem volt még magyar, nem tudja, mi a fájdalom. Zsina Jenő sorait idéztem, aki Kolozsváron a házsongárdi temetőben nyugszik. Pontosan írja le az elmúlt évszázad magyar történelmét. Még akkor is, hogyha ebből az évszázadból neki csak 17 év adatott. Ma, 104 év után egy nemzet emlékezik. Mindenkinek, akiknek a magyarság nem csak forma, hanem tartalom is, legalább áthut az agyán, hogy mit vesztett el az ország és a nemzet 104 esztendővel ezelőtt. A kimondhatatlan súlyos trianoni döntés áldozattá tett minden magyart, aki az anyaországban maradt, és azokat is, akik a határaikon kívül rekedtek. Szerencsénkre több mint egy évszázad elteltével sem tudta megszüntetni ezt a magyar összetartozást. A trianonban ránk erőltetett békeszerződés nem csak területétől és gazdasági fejlődésétől, alapjaitól fosztotta meg Magyarországot, hanem szétszakította a magyar nemzetet, és megtörte a nemzeti nőzetünket is. A trianoni szerződés megkötése óta eltelt 104 esztendő. A magyar történelmet, gazdasági és társadalmi életét rontotta meg ez a döntés. Kevés megértéssel találkozunk, mert Európában nincs még egy ilyen nemzet, amely akkora veszteségeket szenvedett volna el, mint mi. Ezért példa sincs arra, hogy hogyan kell felállni egy ilyen vereséget követően. Hallgatás és elhallgattatás évtizedei után ebben is a magunk útját kell sajnos járnunk. Egy nemzet, amelyet halálra szántak, amelynek nehéz volt túlélni, és amelynek egy évszázad után is hasonlóan nehéz Trianon árnyékában élni. Lehet-e teljeset élni megcsonkítva? Fel lehet állni láb nélkül? Lehet-e ölelni karok nélkül? Lehet-e a veszteség fájdalmával úgy együtt élni, hogy az ne váljon identitásunk részévé? Az elmúlt 104 esztendő a magyarságnak újra és újra felmerülő és megválaszolandó kérdései. Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben bizonyították, hogy az egységes magyar nemzetállam határok összetartozása a mában is valóság. A magyar nemzet önazazosságának alapja. Mert a magyarok felismerték, kimondták, és ma is megélik, hogy a nemzet nélkül nincs haza, a külhoni magyarság nélkül pedig nincs nemzet. Az elmúlt évek azt is megmutatták, hogy nem csak arra vagyunk képesek, hogy újjáépítsük a magyarok közötti kapcsolatokat, hanem olyan tartalommal, egymásra figyeléssel, közös felelősséggel és cselekvéssel töltsük meg. Cseh Tamás híres dala kérdezi, a Születtem Magyarországot énekelve. Kérdezem, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul. Az első 104 év próbáját kiálltuk. Míg Európa egyre több országa küzd azzal, hogy a határain belül beszéljék a nyelvüket, addig több mint egy évszázaddal Trianon után is több millióan beszélnek, sőt énekelnek és éreznek magyarul az anyaország határain kívül szerte a nagyvilágban. Az előttünk álló évszázad feladata, hogy megmaradjunk, erősödjünk, sőt gyarapodjunk. Hogy 100 év múlva még többen legyenek azok, akik Cseh Tamás kérdését értik, átérzik, és anyanyelvükén büszkén, jövővel vetett reménnyel válaszolnak rá. Ez a közös feladatunk. Isten áldja meg Magyarországot, Isten áldja meg Erdélyt, Erdővidéket és Vargyast.
Köszönjük a polgármester gondolatait, és akkor most fölkérem mindazokat, akik a kegyelet koszorúját hozták magukkal, hogy a megemlékezés kopjafájánál azt helyezik el. Itt vagyunk ismét, most már sokat jár. Hogy meg.